Én vagyok Anna a robotlány, köszöntöm a közönséget. És a versenyzőket a 10. Magyar Ifjúsági Robotkupa alkalmával. Üdvözlő és fotizó robotok is voltak ma a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézményben szervezték meg a Magyar Ifjúsági Robotkupát. A csapatoknak nagy volt a tét, ugyanis a hazai minősítő verseny győztese képviselheti majd hazánkat a nyári világbajnokságon. A RoboCup Junior világverseny 1997-ben indult el, hazai selejtezőjét 2007-ben szervezték meg először. A világverseny célja nem csak a győzelem, a csapatok nemzetközi szinten is megosztják egymással a tudásukat. Itt már volt, aki azt mondta, hogy tudós képzés folyik, mert ugye a matematikai képességük is, matematikai tudásuk is fejlődik, mert azért megnézzük a YouTube-on, hogy mi van, meg a különleges megoldásokat fel kell tenni. Ennek a RoboCup Juniornak egy különleges feladata, sőt felhívás jön felénk mindig, minden évben, hogy meg kell osztani az eddig szerzett tudásunkat. Tehát amit a robotépítésről szereztek, sőt most az idén bevezették, hogy kötelező munkanaplót vezetni. A diákoknak fontos a matematika és fizika tudás, valamint a nyelvismeret is. Egy kezdőnek körülbelül fél év kell az első robot megépítésére és programozására. A versenyen az ország különböző részeiről összesen 22 csapat indult. Menekítő vonal követő és labirintus ligák, robotfutballmeccsek, robotszínház és virtuális menekítő robot kategóriákban versengtek a fiatalok.